oldala se volt. Mégis megsült abban 36 tepsi pogácsa. Hát oké, de ember, s egy asszony. Az asszony olyan, de olyan pletykás volt, hogy nem állt meg benne szó egy minutáig se. Vitte a híreket házról házra, nem bírt lakatot tenni a lepte szájára. Az emberi ámbor ember volt, kiállt az erdőre fát vágni, estére jól elfáradt, gondolta, bemegy a kocsmába, legurített egy köcsöt, el tudja megérdemli. Ott ült már a kocsmába a szomszédja, sóra, komája, tinkorája. Adjon Isten! Adjon Isten! Adjon Isten! Adjon Isten! Figyel egyet, és sokan. Ásd be segítséget. Teon, tudtad, hogy te feleséged olyan pletykás asszony? Nincs párja a környéke? Az én feleségem pletyka. A tiétek nem. Az enyém biztos nem. Az én feleségem egy szent asszony. Az biztos, hogy nem pletyka. Na ide figyeljetek, emberek! Hónap estére bebizonyítom nektek, hogy minden asszony egyformán tettás. Na szállát kíváncsi vagyok erre. Dorodik Jan, fogadjunk. Fogadjunk egyen magam. Fogadjunk. Még ilyet mondani az én feleségem. Jani, elmegyek a kutra vizét, őrizzetek a tojását! Szóval
még jó szomszédok vagyunk, mi nem szoktuk még más pletykálni. Hallod ezt? Az itt csak a két tojás tojuk. Nem mondok tojást, nem. A Fiza meg itt is meg aggódta, ha nem kettő tojott az itt. Hát én innen még nem is hallottam, hogy ember tojást tojjon. Na jó, van, megyek, sietek, viszem haza vizet édesanyámnak. Szervusz, Rózsikám, üdvözlöm édesanyám. Szervusz, Júcsa, átadom. Nem lett több. Hát szegény, hogy előadodott a szokatlan dolgok.
keresztével. Hogy most rúg? Kapád! Kára! Minden kozlós! Nem enged közelem! Átmegyek a kocsmába, megnézem, mit beszélnek a faluban. Adjon Isten! Itt mi? Hát nem a csirkékkel? Miféle csirkék? Hát amit költötték, Omax. Mi? Hogy költöttem volna? Hát azt beszélik, tojtál 99 tojás, és ki is költötte. Na látjad, reggel egyet dugtam a dunyha alá, hogy próbálra tegyek a feleségemet egy tojás. Estére 99 lett belőle, amit ki is költöttem. Na hát ilyen a pletyka. De nem csak az én feleségem pletykas, hanem a kiétek. Az enyém nem. Mert az én feleségem csak kettőről szólott. És mire a falu végig mér, addigra 99 lett belőle, amikor 90-et ki is költöttem. Én most hazamegyek, és jól elvárom a feleségemet. Ki is menjen meg haza? Az várjátok el a feleségeteket, hogy többet a kicsiből nagyot ne csinálj! Megkezdjük! Az kire azt a liter volt? Mindjárt, tehát, hogy mindjárt. Már így történt. És jól, nagyon jó.